A fő cél, hogy azok a rászoruló diákok, akik jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek, anyagi támogatásban tudjanak részesülni éveken keresztül, mondta Szabó Lórend polgármester a december 23-ai sajtótájékoztatón, melynek keretein belül írták alá a Dombóvári I. és Gyula Gimnázium tehetséggondozó program támogatásáról szóló együttműködési megállapodást. Egy olyan hármas megállapodást írunk alá, melyel Dombóvár város önkormányzata kötelezettséget vállal több évre előre, hogy egy ösztöndíj rendszer működtetését kezdi, és ez a rendszer kifejezetten az I. és Gyula gimnázium tanulóinak szól. A megállapodást Szabó Lórend polgármester, a gimnázium igazgatója dr. Szenyéri Zoltán és a gimnázium alapítványának elnöke, Rohoncinné dr. Apáti Szilvia kuratóriumi elnök írták alá. A tehetséggondozó program célja az általános iskola 8. évfolyamán tanuló tehetséges és rászoruló diákok továbbtanulásának, gimnáziumi tanulmányainak és a felsőfokú tanulmányokra egyénre szabott tehetséggondozás keretében való felkészítés, kiemelt figyelmet fordítva legalább egy idegen nyelv elsajátítására és az informatikai ismeretekre. Régóta több mint 100 éve meghatározó oktatási intézménye városunknak, valóban a minőségi oktatásnak a helyszíne, hiszen a továbbtanulási százalékokat, eredményeket, valamint a tanulmányi eredményeken elért eredményeket, a nyelvvizsga megszerzési adatokat, ha nézzük, akkor a legkiemelkedőbb eredménymutatóval rendelkezik. Az ösztöndíj majd részesülő tanulók a tanév időtartama alatt havi 10.000 forinthoz juthatnak. A programban résztvevő diákokat pályázat útján választják ki, ez felmenő rendszerben évfolyamonként 3 jól tanuló diákot érint. Nagyon fontos, hogy nem csak az anyagi támogatását vállalja az alapítvány, illetve az alapítványon keresztül az önkormányzat, hanem elképzeléseink szerint a legfontosabb tantárgyakból, készségekből, elsősorban informatikából és idegen nyelvből kapnak ezek a diákok többlet óraszámokat. A polgármester azt is elmondta, hogy várhatóan európai uniós forrásból a következő évben a gimnázium, a Szászor Szép Óvoda és az Amália Óvoda felújítása is megtörténik, ennek érdekében már januárban felmérik ezeknek az intézményeknek az állapotát.